szeretettel köszöntök mindenkit. Csatlakozva a kollégák által elmondottak, hogy én is úgy gondolom, hogy ez egy mérföldkő nem csak a DVTK-nak, hanem az egész Borsod megyének és a Borsod megyei sportnak is az életében. Azzal, hogy mi a DVTK-hoz csatlakozunk és kvázi ezzel visszatérünk a gyökerekhez, ugye mivel 50 évig a 40-es évektől a 90-es évek elejéig DVTK-ként működött a csapat. Ezzel olyan lépést teszünk meg, ami valóban abban az irányban mutat, hogy a DVTK a régiónak a vezető brendje legyen, és ezt a berendelt márkát nem csak a sportterületen, hanem minden egyéb területére kiterjesztve hozzájárulunk az egész megyének és a régiónak a sikerességéhez, és ugye amire tudjuk, hogy nagy szükség van. A csapatunkról annyit kell tudni, hogy sok mindenen keresztül ment, majd Árpád bácsi mellettem beszélt a múltról egy kicsit részletesebben, de ugye sikereket értünk el, aztán a csapat megszűnés sorsára jutott 2007-ben, és 2011-ben sikerült újraélesztenünk a csapatot. Az első évben ugye még tanultuk az NBA-t, de ebben az évben azért sikerült odáig eljutunk, hogy az első négybe jutottunk minden olyan versenysorozatban, amiben elindultunk, és ezzel is sikerült meggyőznünk a DVTK-nak a vezetőségét, illetve nyilván személyesen Leistinger Tamás urat is, hogy érdemes a DVTK keretein belül tovább folytatni a működésünket. Nyilván ez a mi csapatunknak, most már a Bergford DVTK-nak, tehát megnevezünk női kosárlabda csapatnak, rendkívül fontos az a nem csak anyagi, hanem szakmai és erkölcsi támogatás is, amit a DVTK oldalára meg tudunk kapni, és mi is azon leszünk nyilván, hogy magától a DVTK nagy családot erősítsük. Ez egyrészt ugye a női csapatnak az eredményességét jelenti, tehát azon fogunk dolgozni a tulajdonosoknak a támogatásával, illetve a szponzoraink támogatásával, akik eddig is biztosították az ökkenőmentes működést, hogy jövőre abszolút az élcsapatok közé tartozunk a magyar bajnokságban, tehát nagyon szeretnénk bajnoki döntőt játszani, és mivel indulni fogunk az Európa kupában, és ezt most nyugodtan bejelentettem a következő szezonban, ott is arra fogunk törekedni, hogy egy olyan eredményt érjünk el, ami korábban még nem sikerült, és ez pedig az, hogy bejussunk a legjobb 8 csapat közé. Az a munka, amit elvégeztünk, úgy érzem, hogy meghozta a gyümölcsét, és én személyesen is azon leszek, hogy a DVTK, mint egy nagy család, még sikeresebb legyen a jövőben, és ugyanúgy mi is a munkánkkal, ahogy mi is meg fogunk minden segítséget kapni a labdarúgóktól, mi is, mint a kosarasok, azon leszünk, hogy a labdarúgó csapatnak a népszerűségét is tovább növeljük, és próbáljunk ebbe segíteni. Ami nagyon fontos volt még itt a megállapodásban, hogy mi is a DKSK is elkezdte egy egész megyére kiterjedő utánpótlás növelő bázisnak a kiépítését. Jelenleg már a megye 8 járásában működik gyermekcsapatunk, és az a célunk, hogy ezt az év végére mind a 16 járásra kiterjesszük a megyében, úgyhogy bízunk benne, hogy ez is a DVTK népszerűségének a emelkedéséhez fog vezetni. Úgyhogy mondom, hogy nagyon szépen köszönöm előre is a támogatást mindenkinek, és bízom benne, hogy olyan sikereket fogunk elérni a DVTK kosárlabda csapatával, ami abszolút hozzájárul ahhoz, hogy ennek a régiónak a sikeressége növekedjen.